A Szent György lovagrendet 1326-ban alapították visegrádi székhellyel. 1990 környékén történészek kutató munkájának köszönhetően megállapították, hogy az nem szűnt meg. A Baranya és Tolna vármegyék nagy priorjával beszélgettünk. 97-98 környékén felújították, megújították, teljesen szabályosan egyesületté alakultak, és az első avatások 97-ben történtek. Sajnos nemrég temettük el azt a pécsi lovagtársunkat, priorunkat, akinek a fő feladata volt, hogy a pécsi priorátust megszervezze, tehát Pécset találjon, Pécs és környékén olyan ő szerinte megfelelő, de valóban megfelelő embereket, akár nőket, akár férfiakat, akikkel megalapította 98-ban a pécsi priorátust. Én 98 óta vagyok a lovagrendnek a tagja, aztán később vezetője lettem a Pécsenek, most pedig a Tolna megye is, Tolna vármegye is, szerencsére hozzám tartozik, mert nagyon büszke vagyok rájuk. Fiatalosan, nagy lendülettel és jól dolgoznak. A rend külföldön is rendelkezik tagokkal. Elsősorban a régi magyarországi területek tartoznak hozzánk, Felvidék, Őrvidék, Délvidék, Erdély, stb. És Németország az egyik legaktívabb tagunk. Ő irány a karitatív tevékenység, a másik pedig a hagyományőrzés. A hagyományőrző tagozatunk legnevesebb, leghíresebb megmozdulása a visegrádi palotajátékok. Ugye ez az egész Visegrád köré szerveződik, hiszen ott alapította Róbert Károly király 1326-ban. Jövőre kerek évfordulónk is lesz, és a harmadik pedig a tudományos tagozat, akik hát a régi történelmi dolgokat még kutatják, és még bővítik az ismereteket. Ezen egyik alkalma az évente megrendezendő nyári egyetemek, tavaly Visegrádon volt, idén Gyulán lesz, nagyon szép programokkal, és igyekszünk fiatalokat is bevonni, mert ugye régen is alapították a rendet, de már öregszünk is, tehát a fő cél mostantól a fiataloknak a bevonzása, hogy kedvet csináljunk nekik. Szerencsére Pécset most lett 2-3 új fiatal tagunk, köztük olyan, aki a hagyományozó tagozatban ezt a bajvívást csinálja, és a másik, hogy a kiöregedő nyugdíjas korú nagy priorok átadják lassan a helyüket a fiataloknak, hogy egy új lendületet kapjon a szervezet, és reméljük, hogy ezzel a továbbélést biztosítani tudjuk. Én Pécset dolgoztam, és együttműködtem a Pécsi Jótékony Nőegylettel, aztán a Lions Klubbal, illetve újabban most a Vörös Kereszttel is. Tehát mindig azt mondjuk, hogy mindegy az, hogy honnan jön, de ha tudunk segíteni, minél többen segítsünk, és hogyha ez össze kell fogni, akkor fogjunk össze. Egyre kevesebb az a mennyiség, amiből tudunk meríteni arra, hogy ellássuk például a hajléktalanokat minden karácsonykor, mi Pécset, akkor adunk nekik enni, de 2002-3 körül hát elhatároztuk mi pécsiek, hogy hát másnap is éhes lehet az a 120-150 ember, és elkezdtük folyamatosan az étkeztetésüket biztosítani. Aztán a Támasz Alapítvánnyal közösen csináltuk ezt, hogyha tudnánk egy területet kapni, ahol fákat ültetnénk, és minden elhunyt lovagtársunk kapna egy táblát a fához, hogy ki volt, hogy mit csinált, ez lenne a Szent György lovagok parkja, vagy bármi elnevezés lehetséges. Hát ehhez is keresünk most támogatókat, társakat, hogy ezt meg tudjuk csinálni, mert ezek az emberek megérdemlik azt, hogy később is emlékezzenek rájuk. A Szent György lovagrend Tolna vármegyei szervezetének priorja Kis László, itt összesen 8-an tevékenykednek. A Szekszárdi Szabó Ferenc 2018 óta tagja a lovagrendnek. Az új tagokat minden évben Szent György napján ütik lovaggá a visegrádi várban. Tervezzük hogy a bővülést, és keressük azokat a személyeket, akik megfelelőek, akinek a hitvallása, akinek a hozzáállása megfelelő ahhoz, hogy a rendnek a tagja legyen, aki karitatív tevékenységet végez,
és összetudja illeszteni ezt a karitatív tevékenységet egy szervezettel. Utolsó nagyobb karitatív tevékenységünk az, amikor Máté Szalkára vittük az ukrán konfliktus kirobbanásakor, Urbán Péter lovagtársammal megpakoltunk egy teherautót, hiszen nagy szükség volt ott a menekülteknek a szivacsokra és ágyneműkre. Megpakoltunk egy nagy teherautót, és azt személyesen vittük el. Ugye pont ez a lényege, hogy mindegyikünknek van sofőrje, tehát elküldethettük volna ezt a szállítmányt, de ezt mi személyesen akartuk elvinni, és személyesen megtapasztalni azt, hogy jó helyre kerül, és mi történik ezzel a szállítmánnyal. Jó volt látni a fogadókészséget, jó volt a polgármester úrral beszélgetni, aki elmondta, hogy még mire van szükség, és igyekeztünk ebben is segíteni, hogy ágyakat tudjanak venni, ehhez készpénzt gyűjtöttünk nekik. Erre forrásokat segítettünk neki előteremteni. Az én következő terveimben van még, ugye egy délvidékt szeretnék megint levinni Doroszlóra egy kis segélyszállítmányt. Nagyon jó dolog látni azt, hogy olyan, amit mi levetetnek gondolunk már, és számunkra igazán értéke nincs, arra gyerekek még kincsként néznek, és ünneplő ruhának veszik csak föl. Nagyon jó dolog látni azt, hogy hozzá tudunk járulni az ő életminőségük javulásához, hogy ezek a dolgok jó helyre kerülnek, úgyhogy egy ilyet szeretnék én az idén is mindenféleképpen megszervezni.